Mindennyian ismerjük Supermant. Gyerekként szerintem mindannyian arra vágytunk, hogy szupermenek lehessünk. Hogy gyorsabbak legyünk, mint a puskagolyó, és több erőnk legyen, mint egy mozdonynak. Aztán pár éve rájöttem, hogy az a szuperképesség, amit én szeretnék, az a szenvedélyes munkavégzés. Ma azt tudom mondani, hogy ahhoz a 8%-hoz tartozom Magyarországon, akik elégedettek a munkájukkal. Azon az úton vezetlek végig titeket, hogy én hogy fedeztem fel a szuperképességem összetevőit, mert ez szerintem mindenkiben kifejleszthető. Gyerekként még annyi mindent élveztünk. Hintáztunk a játszótereken a legjobb barátainkkal, jártunk úszni, tornázni, táncolni, a suliban pedig gyűjtöttük a sok-sok piros pontot. De aztán elkezdtünk felnőni. Már nem volt minden tantárgy ugyanolyan érdekes. Egyre több olyan feladatunk lett, amit csak kötelességből végeztünk el. Így aztán eljutottunk oda, hogy élvezni a hobbijainkat tudjuk, a munkából meg valahogyan szükséges teher De hogy tudnánk ezt visszafordítani oda, hogy a munkavégzést is szenvedéként élhessük meg? Az a 8 aki elégedett a munkájával, az több mint 10 évvel tölt el többet boldogan az életénél, életéből azoknál, akik nem szeretik, amit csinálnak. Ez elég magas szám ahhoz képest, hogy körülbelül három és fél évet eszünk, és öt évet szórakozunk. Gondoljuk csak át! Általában miket szoktunk enni azokat a kajákat, amiket szeretünk, nem? Vagy hova járunk szórakozni a barátainkkal? Hát általában azokra a helyekre, ahol tudjuk, elég királyul fogjuk magunkat érezni. És ezek mellett dupla annyi időben a munkánk során azt csináljuk, amit szeretnénk. Nem igazán, pedig élvezhetnénk is. Felmerül bennem a kérdés, hogy az emberek 92%-a miért ragad benne egy olyan munkahelyben, amit igazából nem is szeret. Hogy valójában miért tartjuk lehetetlennek azt, hogy szenvedéként végezhessük a munkánkat. Akadályoz minket a bizonytalanságunk a sok-sok választási lehetőség között. Hogy gyakran azt tudjuk, mit nem szeretnénk, de azt már nem, hogy mit igen. Ráadásul félünk a változtatásoktól is, vagy attól, hogy alakítsunk a környezetünkön. Így a bátor lépést a munka szenvedélye felé már meg sem tudjuk tenni. Ezek a kétségek bennem is jelen voltak, éppen ezért elkezdtem gyűjteni a szuperképességem összetevőit, csak úgy, mint a piros pontokat a suliban, hogy az életem több mint tíz éve boldogan telhessem. Kezdjük hát a felelősséggel. Az első nagyon megpróbáltatással az egyetemre kerülésemkor találkoztam. Kiszakadtam abból a kicsi, meghitt és odafigyelő burokból, amelyben addig éltem ahol minden este együtt vacsoráztunk, és megosztottuk egymással minden apró, talán néha gyerekesnek tűnő, de akkor számunkra rendkívüli megpróbáltatás jelentő dolgokat. Meg akartam tapasztalni azt, hogy hogyan élek túl egyedül, hogyan fogok tanulni, és úgy egyáltalán mit is fogok csinálni. Nem tudom ti, hogy voltatok vele, de nekem az első év az egy totális katasztrófa volt. Utáltam bejárni az órákra, utáltam azt is, hogy messze van a kolesz az egyetemtől, tényleg 45 perc utazás ilyen van, akkor már inkább Győrből is feljárhatnék. És nem tudtam hozzászokni ahhoz sem, hogy a nap végeztével még boltba is el kell mennem ahhoz, hogy legyen mit vacsoráznom. És hogy egyáltalán nekem mindent egyedül kell csinálni. Egy év szenvedés után aztán válaszoltam magamnak. Rájöttem, csak rajtam múlik, kétségbeeseke, vagy végre felelősséget vállalok az életemért, és küzdök azért, hogy jól működjek az egyetemen. Kitaláltam magamnak egy kifejezést, amit akkor használok, amikor elbizonytalanodok, és szükségem van egy kis segítségre ahhoz, hogy én alakítsam a döntéseimet. Hogy azért csináljam, mert nekem fontos. Ez lett az aktivált magad. Elkezdtem hát feltérképezni magamat, és megismerni az igényeimet az egyetemen és a munkaerőpiacon egyaránt ami a második hozzávalója a szuperképességnek. Tehát feltérképezni azt, hogy mit szeretnék. Hogy mit csinálok akkor, amikor aktiválom magam. Már felelősséget vállalni megtanultam, és eléggé meg is szerettem. Kerestem mellé egy olyan közösséget, ahol ugyanúgy lelkesedünk az emberi viselkedésért és a vállalatok HR kérdéseiért. Ahol annyira jó a csapat, hogy folyamatosan lendületet és inspirációt adunk egymásnak. És ezek mellett bármilyen meglepőnek tűnhet, én imádom keresni a problémákat is. Legfőképp azokat, amelyekre nehézségek árán lehet megoldást találni. Megtaláltam azokat a tantárgyakat, amikkel szívesen foglalkozom. Így eljutottam oda is, hogy mivel nem volt a Corvinuson akkor még egy HR-rel foglalkozó diákszervezet, hát eltöntöttem, alapítok egyet. A Human Behavior ben egy olyan közösséget hoztunk létre, ahol szakmailag együtt fejlődhettünk, és a tudás megosztás alapja mi magunk voltunk. Azt láttam a csapaton, hogy rengeteget törődünk azzal, mi érdekel minket, és tudatosan alakítjuk saját magunkat. Én nem azt tapasztalom a fiatalokról, amit rengeteg helyen olvasni, hogy lusták, nem vállalnak felelősséget, és folyton a telefonjukon lógnak. Az én világomban a fiatalok szeretnék élvezni a munkájukat, ezért felelősséget is vállalnak, és keresik saját magukat a feladataikban ma az, hogy valaki egyetemre jár, az nem csak azt jelenti, hogy órái vannak a suliban, hanem még hihetetlenül sok minden veszi őt körbe. És itt jutunk el a körülményekhez. Ma egy egyetemista, azon túl, hogy órákra jár, még diák szervezeti tag is, meg önkéntes tevékenységet vállal, még akár elmegy gyakornoki munkát is csinálni, meg amúgy sportolni is szeretne, és azért barátai is vannak. Igényeink, elvárásaink és számtalan kérdésünk van, és hogy kiktől kaphatunk ezekre választ? Hát itt jön be a cégek szerepe, és ezzel együtt a két fél közötti párbeszéd hiánya is. Hiszen számtalan kérdésünk van, csak nem egymásnak tesszük fel azokat. Ahhoz, hogy megtegyük az első lépést, elindítottunk egy kutatást a fiatalok körében. Arra keresik a választ az egyetemet éppen befejező Z-generációsokkal, hogy hogyan és miben változtatnák meg a cégek hozzáállását a munkavilágáról. Kaptunk persze szélsőségeket is, például az egyik fiatal olyan irodát szeretne, ahol tud fekve is dolgozni. De ezek mellett érkezett hozzánk sok olyan igény is, ami alapjaiban változtathatná meg a munkavégzést. Például, hogy a cégek teljesen töröljék el a munkaórákat, és projekteket, feladatokat ütemezzenek be a munkavállalókkal együtt. Vajon valaha fognak annyira bízni a szervezetek a munkavállalóikban, hogy teljesen eltűnjenek a munkaórák? Vagy ami még ennél is erősebben megjelent, hogy milyen a hangulat és az egymásra figyelés a cégeknél. Legyen hosszú ebédszünet, támogassák a környezetbe közlekedési módokat, és biztosítsanak szabadtéri irodarészt is. Előkerül a kérdés, hogy hogyan fog erre a világra a környezet, a cégek reagálni. Egyáltalán minden kérdésre és igényre válaszolniuk kell tudjuk, a vállalatok akkor tudnak hatékonyan működni, ha úgy alakítják a rendszereiket, hogy a munkavállalóik szeressenek ott dolgozni. Ennek az oldalnak a szerepét a diák szervezet elnökeként megtapasztalhattam. Minden fél év végén kértünk visszajelzést a tagoktól, arra vonatkozóan, hogyan működünk, milyennek értékelik a szervezet teljesítményét, és hogyan dolgoznak a vezetők. És csak hallgattunk, Szeretnének rugalmasabb működést, több csapatépítőt, gyorsabb online kommunikációt és több feladatot. Én próbáltunk iszonyúan figyelni arra, hogy mit mondanak, hogy érzik magukat, és mi javítanának. Igyekeztünk minden visszajelzést beépíteni a következő fél éves működésünkbe. De azt vettük észre, hogy borzasztóan nehéz a másik oldalon ülni. Fogadni és bírni a javaslatokat, kitalálni, hogy oldhatjuk meg, mert ez fontos számukra fontos, mert felelősséget vállaltak a jelentkezésükkel, aztán fél évig monitorozták magukat, hogy mi tetszik nekik a szervezetben és mi nem, aztán most itt vannak, és elmondják ezt nekünk, mert olyannak akarják alakítani a körülményeket, amit igazán szerethetnek. Szóval valójában mit is csináltunk mi a HBA-ban? Igényekre, kérdésekre reagáltunk, ugyanúgy, mint bármely szervezetben. Így jutottam el a szuperképesség negyedik hozzávalójához, a bátorsághoz. A napi diákszervezeti tevékenység véges, így a nyáron átadtam a HB-vezetését a következő csapatnak. Megismertem ott egy nagyon jó közösséget, és tudtam, ha egyszer megalapítom a saját vállalkozásomat, ami egy hihetetlenül nagy álmom volt, akkor ott is ilyen hangulatban, ilyen emberekkel szeretnék dolgozni. Az akkori munkahelyem mellett egy hétig terveztem, hogy hogyan tudom átalakítani az életem. Hogy hogyan tudok váltani. Összeírtam, hogy mi az életcélom, milyen nagyobb feladatcsoportjaim vannak, aztán megindokoltam őket. Milyen élményeim vannak velük kapcsolatban? Biztosan érdekelnek engem? Kiválasztottam azokat, amelyeket szívből csinálok, és döntöttem. Felmondtam az akkori munkahelyemen, és összeírtam a csapatot, akiket elképzeltem magam mellé. Összegyűltünk az egyikünk kollégiumi szobájában, és belekezdtem. Beleéléssel, indoklásokkal, magyarázásokkal elmeséltem, hogy miért akarom megalapítani az Activators-t. Érdeklődtek, csomót gondolkodtunk, aztán mindenki rávágta, hogy oké, okay, benne van. Azóta minden nap nem is tudom, hogy mi a jó kifejezésre, talán az, hogy jelentőség teljes számomra. Tudom, hogy aznap miért dolgozom. Hogy hihetetlenül jó cél, a miért dolgozom hogy a társadalom számára hasznos vagyok, vagy legalábbis leszek. Egyszerűen élvezem. Azért csinálom, mert szenvedélyesen szeretem. Megértettem, hogy szenvedélyesen szeretni a munkád nem kiváltság, hanem felfedezés. És hogy mi lett végül az a munkavégzés, ami a szenvedélyem lett? Bár hivatalosan még egyetemista vagyok, nem hivatalosan egy felszabadult és lelkes vezető, aki tenni akar a világért. Az activators azért dolgozunk, hogy segítsünk az embereknek megtalálni a szenvedélyes munkavégzés megélését. Hogy támogassuk a fiatalokat a pályaválasztásuk során a felelősségvállalásban, hogy hozzájáruljunk a generációk igényeinek megtalálásához, és segítsük a cégeket a rendszereik, azaz a körülmények alakításában. Végül a bátorság az ebben a folyamatban, hogy mindannyian lépünk egymás felé. Szeretném, hogy úgy búcsúzzunk el egymástól, hogy adhassak nektek egy ajándékot legyen egy közös mozdulatsorunk a szupermenné és szuperwomenné válásra, vagyis arra, hogy hogy fogjuk megszerezni a szenvedélyes munkavégzés szuperképességét. Szóval kérlek titeket, hogy álljatok fel! Nem lesz nehéz, két egyszerű mozdulatból áll. Az első, hogy kiválasztjuk a domináns lábunkat, és dobbantunk vele egy nagyot. Szuper. Kiválasztjuk mellé a domináns kezünket is, amit ökölbe szorítunk, és felfelé mozdulva azt mondjuk igen. igen. Oké, okay, egyet azért még próbáljunk, tehát számolni fogok, dobantás és igen. Egy, kettő, három, dobantás, igen! Szuper, köszönöm szépen, hihetetlenül jók voltatok.